A napokban a Szent István király római katolikus templomban búcsúi szentmisével és körmenettel emlékeztek meg Szent István király ünnepéről. A szentmise főcelebránsa, főtiszteletű Vizi János az egri érseki papnevelő intézet rektora volt. A történelem viharai bennünket, magyarokat sem kerültek el. Mert ha végignézünk történelmünkön, volt itt tatár, török, labanc, két vesztes világháború, Trianon, kommunista diktatúra. Az élet viharai és hullámai bennünket is megpróbáltak. De itt vagyunk, több mint 1000 esztendeje. És ez miért lehetséges? Ez egy kisebb csoda. Más népek eltűntek a történelem süllyesztőjében. Voltak itt előttünk avarok, gepidák, meg ki tudja hány nép, még a rómaiak is a Dunántúlon. Nincsenek már. Ez azért lehet, mert Szent Királyunk az ő bölcsességével belátta, hogy sziklára kell építeni a nemzetét. Hogy nem elég földet adni az embereknek, ahol lakhatnak, dolgozhatnak, nem elég csupán kenyeret biztosítani számukra, nem elegendő, hogyha jó diplomáciai kapcsolatokat köt a környező népekkel, hanem lelki szükségletei is vannak az embereknek, amit szintén biztosítani kell. A szentmise után a körmenetben résztvevők a templom melletti első Szent István szoborhoz vonultak, ahol közös imádsággal zárták a programot. Ezt követően a körmenet tagjai részére a megszentelt új kenyérből osztottak kóstolót a templom ajtóban. A szentmise nemzeti imádságunk a himnusz eléneklésével ért véget.